Már kiskorától mindig az ollózást gyakorolta Zsóri Dániel, ezt mesélték többen is az M1-nek, akik ismerték gyerekkorában. Úgy tűnik, hogy megérte, hiszen a 18 éves játékos élete ollózásával elhódította a Puskás díjat, vagyis az övé lett az előző szezonban a világ legszebb gólja. Zsóri Dániel azt mesélte, hogy tegnap nehezebb volt neki kiállni Milánóban a Scala színpadára, mint gólt lőni a Fradinak. Most jön azonban a beívelés, egy ollózó mozdulat, micsoda gól! A 93. percben a Debrecen támadójaként ezzel az ollózással szerzett hatalmas gólt Zsóri Dániel még februárban a Ferencváros ellen. Hát lehet, hogy már februárban megvan az évgólja. A 18 éves focista a 81. percben csereként lépett a pályára. Ez volt élete első felnőtt bajnoki mérkőzése. And the winner is... Daniel Zori. És ez a találat lett végül az év gólja. Hétfőn este a milánói Scalában Zsóri Dániel vehette át a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Puskás díját. A fiatal focista a díjátadó után azt mondta, alig tudja felfogni, hogy idén ő szerezte meg a világ legszebb gólját. Úgy döbögött a szívem, hogy szerintem, ha végig engem vett volna a kamera, látszódik az ingemen keresztül, hogy erre szívem. Nagyon izgultam. Zsóri Dániel itt, az erdélyi Simonyi falván nevelkedett. A településen nagyon büszkék a focistára. Gyerekkorában egy jó barátjával ezen a pályán rúgták a bőrt. Ő mindig jobb volt nálam, mai napig is, de mindig szerettem vele egy csapatba lenni. Mindig úgy akartam választani, hogy vele kerüljek egy csapatba. A településen már várják haza a fiatal futballistát. A polgármester azt mondta, egy emberként szurkolnak érte, és díszpolgári címet szeretnének neki adni. Nagyon büszkék vagyunk Danira. Daninak szerintem ez az élete, a futball. Ő egészen kicsi gyerekként rúgta a futballt, és nagyon sokszor úgy visszaemlékszek rá, amikor már a sportcsarnok megépült, ő már akkor olyan ötödikes volt, negyedikes, és mindig gyakorolta az ollózást. És most nagy sikert aratott az ollózásból. A Puskás díjas focista 10 évesen került a Békés Csabai Labdarúgó Akadémiára. Nevelőedzője azt mondta, nagy büszkeség számára, hogy az alapokat itt sajátította el. Kovács Tibor arról is beszélt, hogy a focista már gyerekkorától kezdve az ollózást gyakorolta. Ezen viccelődünk itt mindig itt. Néha csak a csapatjátékunkat elrontotta, mert ő mindig ollózni akart, de ezek szerint ezt kell csinálni, itt van. Gyakorolni, és akkor már megérte, hogy gyakorolta, mert rúgott egy ilyen világra szóló gólt. A Puskás díj visszatér, így gratulált közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a Puskás Ferencről elnevezett elismerés első magyar győztesének. A jelenleg Székesfehérváron játszó Zsóri Dániel kedden délután érkezett haza Milánóból. Azt mondta, óriási megtiszteltetés számára, hogy első magyarként kapta meg az elismerést. Nem csak nekem egy óriási megtiszteltetés, hanem úgy gondolom, hogy ez Magyarországnak is, mert ugye 10 év után elsőnek magyarként jelöltek, és ezt sikerült is megnyernem. Szőlősi György, a Puskás ügyek nagykövete azt mondta, az eredményben az egész magyar nemzet erőfeszítése benne van. Most már elmondhatja magáról, hogy ő lőtte a legszebb gólt a világon, az elmúlt idényben az övé az év gólja a földkerekségen, de ezen túl egy picit mindannyian benne vagyunk, egy kicsit az egész magyar futball, egész Magyarország, ahogy ő is mondta, egész Magyarországnak sokat jelent ez, egész Magyarország erőfeszítései, és talán még annál is egy picit nagyobb szó, hogy a határon túli honfitársaink erőfeszítései is. Zsóri Dániel olyan világklasszisokat előzött meg, mint Zlatan Ibrahimovic, vagy az első háromba bejutó, de hetedszer is díj nélkül maradó Lionel Messi.